A Tolna megyei szakképzési centrum első István szakképzőiskolájában tanuló diákokat a pedagógusok nem csak a szakmák elsajátítására oktatják, hanem igyekeznek az életre is nevelni őket. Kompenzálni a családi háttérből származó esetleges hátrányokat. Ezért évek óta foglalkoznak a tudatos vásárlás, családi gazdálkodás, fogyasztóvédelem és környezetvédelem témakörökkel is, gazdagítva ezzel a gyerekek tudástárát. Azok az oktatási intézmények, akik napi szinten nevelik fogyasztói tudatosságra tanulóikat, gyakorlati, a mindennapi életben használt tudást adnak át nekik, részt vehetnek az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt pályázaton. A fogyasztói tudatosságra nevelő iskola pályázat már évek óta létezik. Tulajdonképpen azt gondoltuk, hogy a mi iskolánk most érett meg arra, hogy számba vegyük, hogy mit teszünk ennek érdekében, hogy a gyerekeink tudatos fogyasztókká váljanak, és így most végigvettük a 10 szempontot, és azt állapítottuk meg, hogy igen, mi ezt így csináljuk, tehát vehetjük a bátorságot arra, hogy mi ezt megpályázzuk. A 10 szempontból egyre nem tudtunk igazából válaszolni, hát ezt úgy fogtuk föl, hogy ez a mi hiányosságunk, ezt pótolnunk kell, és hát mint feladat az lesz a jövőben, hogy föl kell vennünk olyan állami vagy civil szervezetekkel a kapcsolatot, akik fogyasztóvédelemmel foglalkoznak. Az iskola pedagógusai a pályázat által előírt szempontok alapján oktatják a diákokat a tudatos szemlélet kialakítására. Ilyen szempontok például a tudatos vásárlásra való nevelés, ami megvalósul iskolánkban, nagyon sokat foglalkozunk vele, ezt osztályfőnöki óráknak is témája, de életvitel technika órán is foglalkoztunk vele. A tudatos pénzkezelés szintén a téma iskolánkban. Mi már a kezdetek óta 2015-től részt veszünk a pénzhét akción, tulajdonképpen ezen a témahéten, és a családi gazdálkodás szintén téma nálunk a gyerekekkel, úgyhogy ez a téma is sokszor előkerül. A reklámok, a reklámoknak a szerepe és azoknak a hatása szintén, és ez még magyar órán is téma, tehát a kommunikációnak ugye része a média és ezek a való figyelés, tudatosság, úgyhogy ezzel is nagyon sokat foglalkozunk a gyerekekkel. De nem csak a tanórai keretek között tanítják ezeket, hanem vetélkedők formájában is próbára tehetik a diákok a tudásukat. Az utóbbi időben nagyon sok vetélkedőt írnak ki, és mi erre igyekszünk a gyerekeket jelentkeztetni, ami nagyon jó, mert ezek a vetélkedők nagyon sok kompetenciát fejlesztenek a gyerekekben, kommunikációs kompetenciájuk fejlődik, a digitális kompetenciájuk fejlődik, hiszen erre föl kell készülni, és ott elő kell adni. A regionális vetélkedőig is eljutottak már a tanulóink, és szép eredményeket hoztak el. 2 évben is jelentkeztettük őket, tudatos vásárló volt a téma. De jelentkeztünk már online vetélkedőre, pénzügyekkel kapcsolatosan is. Ebben a korban elég nehéz meggyőzni a gyerekeket bármiről is, így nincs könnyű dolguk a pedagógusoknak, mondta el Fejilné Balogh Klára. Az a tapasztalatunk, hogy a gyerekeket nagyon nehéz rávenni tulajdonképpen bármire, ami a tanórán kívüli elfoglaltságot jelenti. Sokszor érezzük az ellenállást, de tulajdonképpen azt látom, hogyha a pedagógus lelkes, már pedig mi azok vagyunk, akkor a gyerekeket is nagyon sok mindenre rá tudjuk venni, és aztán, amikor azt látják, hogy igen, és elhiszik magukról, hogy képesek megcsinálni, itt ez a lényeg, hogy ezt higgyék el, akkor megcsináljuk, és akkor még azt látják, hogy még ennek eredménye is van, tehát gyakorlatilag itt vetélkedők első és második helyezetseket is hoztunk már el, akkor nagyon örülnek, és innentől kezdve már szívesebben vesznek részt, de először nehéz. Tehát minden ilyen dologra nehéz rávenni a gyerekeket.
A gyerekektől visszajelzés is érkezik az iskolában elsajátított tudás gyakorlati tapasztalatairól. Mivel én eladókat tanítok, ezen a vonalon nagyon sok ilyen szituációt beszélünk meg a gyerekekkel, sőt eljátszunk, és a saját élményeiket, vásárlási élményeiket szokták nekem elmesélni, illetve azt, hogy hogyan viselkedtek esetleg, főleg ugye a negatívat tudjuk megjegyezni, de azért szoktak mondani jókat is, és ebből a szempontból igen, vannak visszajelzések, szoktak mesélni eseteket, szituációkat, amik boltban történtek velük. Ez jellemzően inkább azokra az osztályokra vonatkozik, akik a kereskedelemmel kapcsolatos szakmát tanulnak. A pályázat által előírt 10 szempontban még szerepel a helyi termelőkkel való kapcsolattartás is. Meg szoktunk hívni ide az iskolába termelőket. Például hívtunk már meg méhészt, tehát helyi méhészt, akinek végigkóstoltattuk a gyerekekkel a választékát a mézekből, hogy ismerjék meg, milyen a méz. Ugye, mint tudjuk, a boltban sokszor nem is tudjuk, hogy milyen minőségű mézeket árulnak. Ugye mostanában téma ez, hogy az európai vagy a magyar méznek milyen a minősége, és milyen egy keletről ide került, vagy nem is teljesen tiszta méz. Úgyhogy érezzék, tudják, hogy milyen íze van egy ilyennek. Vagy például, és válasszák természetesen a helyi termelőnek az áruját, de hívtunk már ide őstermelőt, aki gyümölcsöt termel, gyümölcsleveket készít, hozott a gyerekeknek kóstolót. Ezeket a gyerekek szeretik, és ilyenkor el szoktuk mondani nekik, hogy miért csináljuk. Azért csináljuk, hogy ismernek, tudjad, azt válaszd, aki a közeledben van. Tehát ezekkel, mind ezekkel az apró kis részletekkel azt gondolom, hogy a végére, vagy legalábbis szeretnénk, hogyha a végére a gyerekek fejében összeállna az a kép, hogy egyben lássák ennek az egésznek a lényegét. Az első István szakképzőiskola az országban 95. intézményként elnyerte a fogyasztói tudatosságra nevelő iskola címet. Ezt mi azért tudtuk elnyerni, mert iskolánk a mindennapokban jól használható tudást ad át a tanulóknak a fogyasztói tudatosság témakörben, ami egy nagyon tág témakör, hiszen itt a tudatos vásárlástól kezdve a pénztudatosságig, a környezetvédelem és az egészségvédelem témákon keresztül valóban nagyon sok szegmenset érintünk, és tulajdonképpen a tanulóink a mindennapi gyakorlati tudást úgy szerzik meg, hogy a családjukban is tudják ezt kamatoztatni, és a későbbi életükben. Nagyon fontos, hogy iskolánk kiemelt célja, hogy a tanulónk tudását úgy gyarapítsuk, hogy az ökológiai lábnyomunkat tulajdonképpen csökkentsük. Mindez óriási kihívást, de számtalan lehetőséget is jelent és rejt. Ezt maximálisan igyekszünk kihasználni, és minden lehetőséget megragadunk arra, hogy a gyerekeink kompetenciáit fejlesszük, és őket olyan kihívások elé állítsuk, amiben sokszor maguk sem hisznek, ám a feladat látván és megtapasztalván a feladatokat óriási eredményeket érnek el, amit regionálisan és országosan is elismernek.